Javában tart a földi mogyoró betakarítása Zákányszéken, Kővári Róbert gazdaságában. Ez egy speciális munkafolyamat, amihez két gép szükséges. Míg az egyik felszedi a növényt, a másik leszedi róla a termést. Hosszú út vezetett ahhoz, hogy ma már hazai nemesítésű földi mogyoró kerülhessen a vásárlók asztalára. 7 éve már annak, hogy először kezdtünk el foglalkozni a magazinban a földi mogyoró magyarországi termesztésével. És ezt a termesztést, ami most már ugye nagyüzemi méretekben is folyik, lehet ezt így mondani, ezt te indítottad el, Zoli. Igen, 2016-17-ben kezdtük el a Kővári Róbert családi gazdálkodóval és a családjával az együttműködést Zákányszék településen, és ma már ott tartunk, hogy 15 hektáron iparszerű körülmények között biogazdálkodásban folyik a földi mogyoró termesztés. És nem csak termesztésről beszélünk, hanem fajta előállításról, fajta nemesítésről is beszélünk, amihez hát a te neved kötődik elsősorban. Igen, 3 államilag elismert magyar fajta van a fajta jegyzékben. Ez a Balla, a Zoltán és a Kata nevet kapták 2022 áprilisában. Így hivatalosan is magyar nemesítésű földi magyaró fajtával tudnak dolgozni a termelők. Nagyon fontos, hogy igazolt előállításból származó földi magyaróval tudjanak a gazdálkodók számolni, és legyen a földi magyarónak bizonyított eredete, hogy az nem GMO-s és nem vírusfertőzött. Történt már ebben az évben akkor fajta szaporítás is? Igen, az idei év már a második évünk a fajta felszaporításában, ami azt jelenti, hogy a második lépcsőben, tehát másodfokon tudunk ma már szaporítani, és az idei évben betakarított vetőmag már jövőre valóban forgalomba is tud kerülni másodfokú földi magyaró vetőmagként. Mit kell tudnunk erről a 3 fajtáról, amit előállítottál? Az egyik fajta a Zoltán néven ismert fajta, ő egy abszolút ipari technológiába illeszthető fajta, 54%-os olajtartalommal, egy nagyon rövid 110-115 napos tenyészidővel. A Kata és a Balla nevű fajták, ők viszonylag közel egyformák, azonban tenyészidőbeli különbség van. A Kata nevű fajta az, ami egy rövidebb tenyészidő, nem a nagyon hosszú tenyészidő, ez egy ilyen 120-125 nap, illetve akkor a Balla néven ismert fajta, az pedig egy 130-140 nap. Az a tapasztalat, hogy ez a harmadik fajta egy kicsit hosszú a hazai égövre, azonban vannak olyan területek, ahol ez például exportpiacon nagyon könnyen megjelenhet. Nagyon sokan kérdezik, hogy kell a földi magyarót öntözni. Igen, van öntözésigényünk. Ami nagyon fontos más növény kommersz kultúrával szemben, hogy a földi magyaró nagyon-nagyon jól tűri az aszályos periódusokat. És erre a 2022-es év példa volt, hogy rekord termésünk és rekord minőségű termésünk lett. Azon kívül, hogy pirítva adja el a termelő ezt a megtermelt terményt, mit lehet még kezdeni vele? Gyakorlatilag az egész termékpályával készen vagyunk kisüzemi körülmények között. Nem az volt a célom, hogy a piacra berobbantani a pirított földi mogyorót. Kis mennyiségben értékesítettük azt is, és az egész termékpályát kidolgoztuk. Tehát megvan a vetőmag, elkészül a frissen pirított földi mogyoró mag, ugye ami karácsonykor, Mikulás ünnepkor, bármikor, ugye ez gyakorlatilag ugye egy kuriózum. Elkészült ugye a törött szemből az olaj. Az olaj után következik a földi mogyoró pogácsa, amelyet most elkezdünk majd takarmányba illeszteni, és mondjuk egy abrak takarmányba vagy egy fehérje takarmányba ezt be tudjuk majd dolgozni, és ebből készülhet egy keverék. Illetve magából a héjból, ami ugye nagy mennyiségben képződik mondjuk vetőmag kibontáskor, a héjból pedig brikettet készítettünk, ami kiváló fűtőanyag, gyakorlatilag a tölgyfával egyenértékű fűtőanyagot tudunk prezentálni, és fogunk felhasználni majd esetleg a későbbiekben, mondjuk télen, amikor a földi magyaró szárítás van a gazdaságban. Hogyha az idei esztendőt nézzük, akkor mennyire a földi magyaró éve volt ez, Zoli? Nagyon nehezen indult az év ezzel a hűvös csapadékos tavasszal. Ezt a magyaró is egy kicsit megviselte a hűvös időjárást, amikor ugye kelt és robbanni kellett volna magának a növénynek a földből kifelé. Ezt követően ezt leküzdötte, és abszolút egy olyan évet tudunk zárni, amely szerintem most rekord termésmennyiséget, és hát most a termés minőségünk is még kiválóbb lesz, mint eddig. A 3 államilag elismert fajtád mellett itt más fajtákat is láthatunk. Ilyet én még nem láttam, Zoli. Igen, ez Európában egyedülálló, hogy egy 12 fajtás fajta bemutató kerüljön bemutatásra a gazdálkodók számára. 12 fajta van elvetve a területen, ebben van 3 magyar fajta, és különböző országokból Törökország, Azerbajdzsán, Zambia, Bulgária. Nagyon fontos, hogy ez a fajtasor reprezentálja azt, hogy a magyar fajták valóban megállják a helyüket a fajta jegyzékben, és olyan fajtákkal tudnak versenyezni, amelyek exportországokban, külföldi országokban is jelen vannak.
Robi, amikor először voltunk nálatok 7 évvel ezelőtt így ősztájékán, a Mogyoró betakarítás idején, akkor még egy nagyon kicsi területet mutattál nekünk. Most viszont hát jó nagy tábla mellett állunk. Hát hogy is történt ez alatt a 7 év alatt? Hát igen, nagy fejlesztésben voltunk évek alatt. Ugye ezt pontosan te tudod a legjobban, és ezért nagyon jó, hogy felhoztad, hogy láttunk benne potenciált, és érdemes volt földbe befektetni, és ennyi mogyorót előállítani. Mekkora területen termesztesz most mogyorót? Jelenleg én 5 hektáron, de ugye ezt sikerült olyan potenciálba hozni, hogy ez mint a 10 hektárba termettünk volna, mivel IKEA sorokba rakjuk most már. Hogyha visszagondolsz erre a 7-8 évre, amióta a földi mogyoró meghatározza a családod életét, akkor mit tudsz mondani? Bejöttek a számításaid, az elvárásaid? Hát azt kell mondjam, mint hogy a gyereknevelés, ugye, hogy mindig vannak hullámvölgyek, ugye van egy születés, van egy nevelés, utána egyszer elengeded, ugye. Én most abban vagyunk, hogy most neveljük erősen, tehát én nem akarjuk elengedni ezt a gyermeket még. Én úgy gondolom, hogy mi azt a számítást, mi megkaptuk ettől a növénytől, ettől a munkától, a teremtés élményét, plusz azt, hogy olyan emberekkel tudtunk találkozni, pont a termésünk eladásával kapcsolatban, akivel anélkül soha az érdekel.